első ellenzéki pártként gyűjtötte össze és adja le a Nemzeti Választási Irodában az európai parlamenti választáson szükséges ajánló íveket a Mi Hazánk mozgalom. Köszönet illeti a minket támogató választópolgárokat, a tagjainkat, aktivistáinkat, középvezetőinket, vezetőinket. Ismételten sikerült bizonyítanunk, hogy milyen erő van ebben a közösségben. Az önkormányzati jelöltek számában is a Fidesz utáni első helyet szerezte meg a Mi Hazánk mozgalom. Másfélszer annyi jelöltet állítunk az önkormányzati választáson is, mint az utánunk következő ellenzéki párt, a Demokratikus Koalíció. Mindezt úgy, hogy Magyarország legelhallgatottabb pártja a Mi Hazánk, mind az országos fősodratú médiában, mind a helyi médiában. Ismételten sikerült bebizonyítanunk, hogy olyan hálózattal rendelkezik a Mi Hazánk mozgalom, amellyel semmelyik másik ellenzéki párt nem, és a sikereinket nem az állami pénzek korrupt kijátszásának vagy fenyegetéseknek köszönhetjük, és nem is amerikai pénzügyi támogatásoknak vagy a globalista média hátszelének, hanem a magyar emberek önzetlen támogatásának. Ismételten köszönetet mondunk ezért. A Mi Hazánk mozgalom 2 évvel ezelőtt került be a Magyar Országgyűlésbe, és számos sikert fel tudunk mutatni 6 fős frakcióval is, ellenzéki pártként is. Ezek közül kiemelném a végrehajtó maffiával szemben folytatott tényfeltáró munkánkat, illetve a furt, illetve ásott kutak regisztrációjának megakadályozását, amelyet egy aláírás gyűjtéssel sikerült elérnünk, de a napelemesek melletti kiállás is kiemelendő az eddigi munkánkból. Ugyanazokért a célokért fogunk harcolni az Európai Parlamentben is, illetve az önkormányzatokban is, amelyeket eddig is zászlónkra tűztünk. A globalista diktatúra helyett egy magyar jövőt szeretnénk építeni. Ennek részeként elsődleges és még a májusi hónapra vonatkozó célunk, hogy megakadályozzuk a WHO pandémia szerződésének elfogadását, a vendégmunkások ilyen mértékű beáramlását Magyarországon feltett célunk megállítani, illetve a készpénzhasználat alkotványos védelmét is zászlónkra tűztük, ismételten benyújtva az ezt szolgáló alaptörvény módosítást is.